Az értékelés szinte mindig a legrettegettebb része az iskolának és a tanulásnak. Milyen jegyet fogok kapni, igazságos lesz-e, tudom-e, hogy milyen jegyet fogok kapni. Nem kellene ennek feltétlenül így lennie. Az értékelésnek ugyanis sok formája van, és az az évvégi jegy, vagy témazáró dolgozat, amire a legtöbben gondolnak, az csak az egyik ezek közül, és talán nem is a leghatékonyabb pedagógiai eszköz. Az értékelés egyik formája az úgynevezett szumatív értékelés, amikor egy folyamat végén azt lezárva annak az eredményét szeretnénk valahogy megállapítani, és utána már nincs is lehetőség arra, hogy ezen bármi is változtasson. Ezzel szemben áll a formatív értékelés, vagy fejlesztő értékelés, ami egy folyamat közben történik, visszajelzés a tanárnak és a diáknak egyaránt, arra, hogy éppen hol áll, mennyit tanult meg, hogyan tudja, mi az, amin változtatnia kellene, hogyan lehetne jobb. Egy plastikus metafora szerint, amikor a vendég kóstolja meg az ételt, a vendéglőben az szummatív értékelés, amikor a szakács, akkor az formatív értékelés. Gyakran nem kellene igazán sokat változtatni az eddigi gyakorlatunkon ahhoz, hogy a szumatív értékelés helyett formatív legyen. Elég csak, ha például a diákoknak lehetősége van arra, hogy javítsanak az eredményükön. Hogy újabb és újabb dolgozatokat írjanak, újabb és újabb munkákat adjanak be, addig, amíg azok egyre jobbak lesznek. Ezzel már is egy szumatív értékelési formát formatívvá lehetett átalakítani.